A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére immár 14. alkalommal rendezték meg a Strandok éjszakáját. Az eseményre minden év július utolsó hétvégéjén, idén július 29-én szombaton került sor, számos strandon, gyógyfürdőben, termálfürdőben és akvaparkban. A Kecskeméti fürdő több éve csatlakozik a kezdeményezéshez. Nemcsik Mátyás, a Hírősport Nonprofit Kft. Kommunikációs és marketing osztályának vezetője elmondta, idén kiemelt cél volt, hogy minél változatosabb programokkal kedveskedjenek a látogatóknak már napközben is. Alapvetően ugye a fürdő és a strandoknak a népszerűsítése, minél többen vegyék igénybe a szolgáltatásainkat, nyilván nem csak az ilyen kiemelt programokon, hanem akik esetleg nem ismerik, vagy nem látogattak még el, ezekkel a programokkal fel tudjuk hívni a figyelmet magunkra, itt Kecskeméten és a megyében is, és hát azt szeretnénk, hogy a minél több vendég jöjjön a kecskeméti fürdőbe, és érezze jól magát. A fürdőben napközben gyerekprogramok, kikapcsolódás, estétől pedig nyáresti önfeledt szórakozás várta a fürdőző vendégeket. A programok sora délelőtt Brand New zenés gyerekműsorával kezdődött. Délután gyermekfoglalkozások, vízi vetélkedő, csillámtetoválás, lufi hajtogatás várta a családokat, majd a felnőtteknek kedvezve Rekop György humorista nevettette meg a közönséget. A Strandok éjszakájának estéjén éjszakai fürdőzésre is sor került. 21 órától hajnali 1 óráig DJ Afus szórakoztatta a látogatókat, akik így egy fergeteges bulin vehettek részt. 2021-ben 43, 2022-ben 41 fürdő szervezett programot július utolsó hétvégéjén, idén 49 fürdő csatlakozott a programsorozathoz. A Strandok éjszakáján több 10 000 vendég fordul meg a programhoz csatlakozó fürdőkben, így a kecskeméti fürdő is talán ezen a napon a legnépszerűbb.